Kedves nézők, hogyha önök azt kérdezik tőlem, hogy lesz fest, akkor azt tudom mondani, hogy lesz fest Kisvárdán. Dr. Török László fesztivál igazgató a vendégünk. Szia, Laci! Szia, sziasztok! Hát ugye, ez egy baromi jó cím már ez a lesz fest. Ki találta ki? Ki dicsérjünk? Ezt elfelejtettük már azóta, az elmúlt 4 évben annyi ötlet volt rá, annyi hülyéskedésre adott okot, de meg nem mondom el, ki találta ki a nevét. Nagyon sokat gondolkodtunk rajta, de ez valahogy tényleg ült, és annyi szójátékot lehet belőle egyébként csinálni, hogy mi lesz, hogy lesz, nem tudom, tehát tényleg rengeteg módszere van, hogy hülyéskedjünk vele. Nos, hát akkor most gyakorlatilag az a mi dolgunk, hogy a nézőket informáljuk, hogy mikor, hol, milyen zenekarok lesznek, mire készüljenek. Hát akkor az elkövetkező 1 órát azzal tartjuk, hogy én sorolom a fellépőket. 112 zenekar fog fellépni a fesztiválon 3 nap alatt, ugye jövő héten csütörtökön, július 5-én kezdünk, és péntek szombat tart még a fesztivál. Lesz egy popzenei nagyszínpad és egy rockzenei nagyszínpad, itt a támogatóinkat gondolom nem annyira kellene, hogy megemlítsük, de mind a kettőnek nagyon hálásak vagyunk a támogatásért. A popzenei az klasszikus popzenei lesz, és akkor csak a nagyobb előadókat említve csütörtökön lesz Well Hello és utána Majka az esti órákban. A pénteken a Punani Massive fog fellépni a Margaret Island, és ott a nagy koncert egy Ákos 50-es koncert lesz. Egyébként nagyon sok ilyen jubileumra fogom majd felhívni a figyelmet. Szombaton pedig a popzenei nagyszínpadon a 2 kiemelt fellépő az Rúzsa Magdi lesz és a Halott Pénz. Átmenve a rockzenei nagyszínpadra, ott ugye említettem, hogy pénteken lesz Ákos 50, és közben lesz egy lovasi 50 is, tehát ez egy ilyen érdekes együttállása lesz a csillagoknak, hogy a 2 nagyszínpadod együtt fog menni, ugye 2 teljesen más irányvonalat képviselő, de úgy gondolom, hogy a hazai zenei életben igazán ikonnak számító előadó. De milyen messze vannak a színpadok? Pont egymás mellett. Tehát a 2 nagy színpad az teljesen ugyanúgy frontol rá a főterületre, a nagyplacra, és de én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen showt, milyen látványt és milyen bulit kapunk a 2 nagy előadótól, a 2 50-es előadótól. De lesz egy harmadik... 100-as lesz, Tuti. 150-es lesz, mert ja. Szombaton meg... A rockzenei nagyszínpadon az a felépítés, hogy a Skindred fog először játszani. Biztos, hogy sokan játszottak már a Need for Speed-del. A Need for Speed-nek a zenéjét a Skindred írta, ez ilyen reggae metal, punk rock zenekar. Nagyon durva az előadás, mondjuk szerintem biztos, hogy nagyon nagyot fog szólni. Utána fog játszani az Alvin és a Mókusok, ugye egy 25 éves most a zenekar, nemrég volt a Bújdosiban egy Alvin 25, Lukács 50 koncert, igen. Hát így felértünk a 150-ig. Számolok, igen, de várjál, 50, nem, 175-nél. 107, oké, akkor tromfoljuk tovább, lesz egy Beatrice 40 is, hogyha jól emlékszem, csütörtökön. De lesz Depresszió, AVS, Paddy and the Rats a rockzenei nagyszínpadon, személyes kedvencem a Szuper, nem is játszani fog, pont egyébként a Tankcsapda után, tehát a szombati nap rockzenei szempontból borzasztóan erős lesz. Lesz még valaki az országban máshol, vagy mindenkit oda csődítettetek is? Egyébként ez tényleg egy komoly cél volt, hogy a teljes hazai élvonalat, és ez alatt nagyon-nagyon sok zenekart értek, azokat is, akiknek lehet, hogy nem olyan nagy a közönsége, de szerintem nagyon érdekes zenét játszanak, tehát lesz mondjuk a Parnograszt, lesz a Besodrom az Eklektika sátorban, hogy onnan még mondjak kötődéseket, ugye a Parnograszt Sibrányi származású zenekar, de játszani fog a Henkohem, ugye ők Biriből származnak, de ott lesz mondjuk Ferenci Gyuri és a Racka Jam, de onnan még az már egy másik személyes kedvencem, az pedig ugye az Operenci egy nyíregyházi zenekar, és a Csángálóval fog együtt játszani egy ilyen pszichoderikus zene, amikor világzenével keveredik. Láttam ezt a produkciót, borzasztóan jó. Tehát az tényleg hihetetlen élményeket tud adni. És ha már az Eklektika színpadnál tartunk, ott az volt az elképzelés, hogy kezdünk világzenével, és szépen este 11 után átfolyunk klasszikus retróba, Álmokfutókkal, Korda Gyuri bácsival és hasonló sztárokkal. Azt szerintem buli helyként biztosan nagyon jól fog működni, és úgy gondolom, hogy egyrészt kultúrát is adunk, másrészt pedig a klasszikus szórakoztatás is menni fog. Közben itt a nézők látják, hogy milyen szédületes hangulatok voltak Igen, korábban.
Na most hogy kell ezt elképzelni annak, aki még életében nem volt mondjuk itt ezen a fesztiválon, hogy már meg kellett volna venni már most a jegyeket? Nagyon-nagyon sokan megvették elővételben. Ez számomra egyébként meglepő is volt, tehát a tavalyi évhez képest közel 150%-on állunk, és oké, hogy nagyon jó a line-up, de tényleg most annyira pörög elővételben, és főleg online elővételben a jegy, mi azt mutatja, hogy nagyon sokan jönnek messziről, tehát nem Nyíregyházáról, hanem Kisvárdáról, vagy Kisvárda környékéről, hanem Győrről, Pécsről, tehát olyan helyekről vesznek egyet, amin én is nagyon meglepődtem, hogy tényleg? Figyelj, a fesztiválra az ember elmegy, tehát az hozzátartozik a bulihoz, hogy valahova el kell menni, hogy nem otthonra kell utána visszamenni, mert csörög a pizsamalm, ott kell vergődni még egy pár napig tulajdonképpen. Ez kétségtelen. Mennyire van erre felkészülve úgy Kisvárda egyébként, hogy ott a környéket ellepik, ugye a 30 ezer emberrel bőven kedvelő. Meghaladjuk egyébként azt a kapacitást, ami de 3 napig elviselhető, úgy gondolom. De persze nyilván mindenhol parkolnak autók, minden bolt üres délután 6-ra, mert hát azért tehát bent elég olcsó a fesztivál, tehát egy korsósör mondjuk 400 forintba kerül, vagy egy 4 centes vodka, hogy is van, egy 4 centes vodka is 400 forintba kerül. Tehát szerintem ilyen teljesen kocsmai árakon megyünk, erre a jegyárnál is odafigyeltünk, 4490 forint egy napi belépő, most 11900-ért áruljuk a bérleteket. Uh-huh. Ez úgy gondolom, hogy olcsó, tehát napi, hogy is van, 40 zenekart kap egy ember, hát hogyha kiszámoljuk, ilyen 100 forintra jön ki egy zenekar. Nyilván nem így lehet mérni, persze, meg ez egy nagyon sablonos lehúzása volt a dolognak, de tehát nagyon olcsón kapja meg. De ettől függetlenül... Tehát ugye elkezdett Kisvárda is bekapcsolódni egyre közvetlenebbül. Ismerek egy csajt, akinek a szülei kigondolták, hogy megnyitják az udvarukat, és parkolóként fogják üzemeltetni, mert hogy ezen végül is lehet egy kicsit hozni. Aztán lángost is sütnek meg. Igen, tehát a klasszikus helyben is értéket teremtünk. ez ugye számomra mindig fontos volt. Hát figyelj, minden fesztivál arról szól egyébként, ugye, hogy mutassuk meg az értékeinket. Akinek a megybefőtje az, akkor akár azt is meg lehet. De nyilvánvalóan itt elsősorban az a cél, hogy ebbe a megyébe jöjjenek, máshonnan is jöjjenek, és mi, akik itt élünk, esetleg mi is élvezzük azt, hogy végre ekkora nagy buli van, és tényleg azért a magyar zenei élet krémje itt lesz mindenféle stílusban. Lesz arra esély, hogy valaki, aki éppen becsöppen valamelyik nap, esetleg be tud jutni a fesztiválra, hogyha nem vesz elővételben egyet, hogy látod? Nyilván tud a helyszínen jegyet venni, ez nem kérdés, csak időben oda kell érni, ki kell kerülni a sorvárás. Tehát én napi 10 000 embert tudok beengedni, és tavaly pénteken és szombaton is teltházunk volt, de úgy volt teltházunk, hogy oké, mentek is biztosan el közben, és így tudtunk beengedni embereket, de azért érdemes, bőven érdemes időben megvenni a jegyeket. Helyileg hol van ez, aki még nem járt? Kisvárda Várkert. Ahogy beérünk a nagykörforgalomnál, onnan már minden irányító tábla ki van rakva, hogy merre van a kemping és merre van a fesztivál terület. De egyébként elég nagy a fesztivál, kapunk, meg egészen hangos ez a történet ahhoz, hogy ne lehessen megtalálni. És mindenképpen lesz fest, bármilyen időjárás lesz. Van, ugye? Hát tavaly is esett, tehát tavaly szerdán lebontotta a Szél a Fél Fesztivált 11 órakor, tehát már pont gondoltuk, hogy na kész vagyunk, kigyünk egy sört, és szél, eső, megy minden, oké, akkor építünk újra. És volt csütörtökön is, meg pénteken is, de hogyha pörög az aftermovie, ott látszik, hogy a rock színpad előtt iszonyatos buli volt a zuhogó esőben és a sárban. Igen. Nagyon jól is nézett ki. Én úgy gondolom, hogy van az a hangulat, amikor teljesen mindegy, hogy sütőnap vagy esik az eső, szóval lesz fest. Köszönjük szépen, Laci. Köszönöm és szépen. Sok sikert kívánok. Köszönöm.